sziasztok, most próbáljuk az új erősítőmet, ami most készül el majd a közeljövőbe. Igazából már megvan, csak egy-két dolgot a saját ízlésemre kell formálni. A Spolni bácsi csinált ezt az erősítőt, és ő segít nekem ebbe. Sziasztok! Mondtassam be, és itt a márkajelzés. És itt az én nevem, ugyanis az én modellem lesz ez az erősítő. És most farigcsáljuk, hogy mi hogy legyen esetleg, mibe kell emelni, vagy mibe nem kell emelni, vagy egyáltalán tükrözze azt az ízlést, világot, amit én képviselek. Mert gyakorlatilag az a lényeg benne, hogy készült egy erősítő, egy általános erősítő, de mivel ez egy Tóth Tibor Signature modell, tehát ezt mi szeretnénk úgy megcsinálni a Tibi számára, hogy ez teljesen az ő kívánságait ki tudja elégíteni, olyanok legyenek a hangok, lemezhűek, tehát és azok a szangok szóljanak benne, amit ő szeret. Ezért is egyedi gyártású. Nem csak maga az erősítő, az elektronikai része, hanem a külsejét is közösen találtuk ki, mert azt is közösen beszéltünk meg, hogy milyen színű legyen, mi hogy nézzen ki rajta. Ebből egyetlen egy darab készül, tehát ez nem készül másik darab belőle, semmilyen szín, semmilyen fazon, sem ez a hang, és most azért jöttünk ide tulajdonképpen, hogy át ellenőrizzük azokat az apróságokat, amit még meg kell elektronikailag változtatni rajta. Ahhoz, hogy utána ezt már jó érzéssel, biztonságot tudja a Tibi használni a koncerteket. Ez így igaz. Én személy szerint nagyon örülök annak, hogy a Tibi az első ilyen erősítő tulajdonos. Már csak azért is, mert azt hiszem, hogy minket nem csak hozzám a zenekarhoz, már ha úgy tetszik, barátság is köt. Tehát nem csak ilyen munkakapcsolat. És én szerettem volna azt, hogyha az övé lett volna a numero 1-es számú erősítő. És ezt köszönöm ezzel szépen is, természetesen. Ezzel is kifejezni azt, hogy vannak már készen erősítők, vannak jó nevű magyar gitárosok, akik ezt szeretnék használni, de mégis én úgy gondolom, hogy ez a mi kapcsolatunkra volt tekintet, ez neki kijár, hogy övé a 1-es számú erősítő. Visszatérve a ceglédi koncertre, rendezők anyaghibája miatt sajnos véget kellett vetnünk a koncertnek, össze-vissza beszéltek, mert 2 óra a műsoridőnk, és úgy számolták ki, hogy 10-től 11-ig bele fog férni a 2 óra, de a végén nem sikerült nekik összehozni valahogy, és szóltak, hogy 4 szám van, de hát a 4 számra volt még 3 perc, tehát úgy gondoltak, hogy minden szám ilyen kb. Fél perces lesz, és utána csak egy fért bele, és nagyon sajnáljuk, akik egyáltalán ott voltak, meg nagyon messziről érkeztek, reggel indultak, és nagyon sokat utaztak, hogy a szakadó esőbe végigválták amúgy is csúszással indult műsort, ami nem rajtunk múlott természetesen, mert már mi ott voltunk 2,5 órával a koncertkezdés előtt, és végigválták, és csak 40 percet kaptak a mi műsorunkból, és hát nagyon sajnáljuk, hogy ez így alakult, szeretnénk visszatérni máskor is Ceglédre, de nem ilyen szájízzel, mint ahogy most mentünk el onnan. A lemezünk addig is készül, nagyon gőzerővel dolgozunk a stúdióba, mert most már lassan véget kell vetni ennek az egésznek, mert ki kell, hogy jöjjön, hogyha halljátok a lemezünket. Úgyhogy a munkálatok folynak, koncertezni még járunk, mindenkit szeretettel várunk a koncertjeinkre. A
lemezünkön lesz még két meglepetés dal, ez direkt a régebbi rajongóknak is szántuk, nem, az újaknak is szánjuk, azért mert ez az első lemezen volt rajta ez a két felvétel, csak mivel nem lehet kapni az első lemezünket, úgy gondoltuk, hogy megajándékozunk ezzel mindenkit, hogy normális minőségben tudják hallani két régebbi dalunkat, úgyhogy lesz két bonus track mindenféleképpen az új lemezen, úgyhogy várjátok mindenféleképpen. Raise your hand.